Jézus feltámadása. Épp egy szent képet raknak ki azok a fiatalok, akik részt vettek a Pécsi Egyházmegye 4. alkalommal megszervezett minisztráns napján, amelynek ezúttal a Tamási Béli Balog Ádám katolikus gimnázium biztosított helyszínt. Van egy őszi és van egy tavaszi minisztráns napunk. Az őszi minisztráns nap a Pécsi Egyházban mindig egy Baranya megyei helyszín, a tavaszi pedig mindig egy Tolna megyei helyszín. Így esett a választás Tamásira, hisz itt van katolikus iskolája a Pécsi Egyházmegyének, alkalmas a hely, nagy az épület, és elfér rengeteg gyerek benne. A nap egyik legfontosabb célja, hogy a térség plébániáinak, az ott minisztráló fiataloknak lehetőséget biztosítson a találkozásra. Erősítsük egymást a szolgálatba, mert a minisztrálás egy szolgálat, amelyben a hétvégéinket töltjük, és sokszor úgymond megállunk ebbe, és nem tudunk tovább menni, de ha találkozunk más plébániák fiataljaival, találkozunk más minisztránsokkal, akik hasonló helyzetben vannak, erősíthetjük egymást. A Pécsi Egyházmegye területéről érkező 9-16 éves korú fiatalokra a minisztráns kupa 8 helyszínén játékos feladatok vártak. Többek között a szentmiség kellékeit is fel kellett ismerniük. Az volt a feladat, hogy össze kellett párosítani a nevét a tárgyal, meg a hozzátartozó, hogy hogyan kell, meg hogyan használják. A közös ebédet kézműves, sportos foglalkozás követte, a nap zárásaként pedig a Pécsi Egyházmegye püspöke Felföldi László celebrált szentmisét a fiatalok és kísérőik számára.